szívvel állja meg fáradt mellé, és old fel azt, kit bűne láncra zár. A völgybe menj, ott légy égi fényé, a mélyben sok ember rehát vár. Két kézzel adj, és áld azt, ki gyűlöl, az ajkat szóra nyis tiszta szívből. Ha másnak élsz, a szíved kitárul, így majd rád mosolyog az égből az Úr. Nézz szerte szét, a föld népe szenved, nincs béke, nincs, és éhes annyi száj. Bús lett a föld, itt mindenki rettek, az átok a jajszó égbe száll. Elküld az Úr, vigy a sebre gyógyírt, hozz szét magad, és így old a sok kint. Ha másnak élsz, ha szíved kitárul, akkor rád mosolyog az égből az Úr. Mindig megható, nem? Amikor egy apa és egy fia szolgál együtt. Ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy de szép is lenne. Mondjuk nem tudom, mit tudnánk szolgálni a fiammal, de szép látni, és nagyon-nagyon köszönjük. Gyönyörű volt. Kedves testvéreim, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt lent is, fönt is, annyiról látni, hogy fönt is sokan vagytok. Igen, sziasztok, külön jó látni azt, hogy kisgyerekes testvéreink is eljöttek, mondhatni teljes számban. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Írtam nektek ugye kedden egy nagy levelet, meg azért a közleményekben is benne volt, hogy ma egy rendhagyó két prédikációt fogtok hallani. Prédikáció lesz, mert az üzeneteket, a példákat, a tanítást többségében mind-mind Jézus életéből, ószövetségekből, ószövetségi történetekből hozom elétek. De rendhagyó is lesz, mert bizonyára láttátok azokat a papírokat, amiket oda készítettem nektek, és hát ceruzák is vannak, amiért nagyon nagy köszönet illeti Hubát, meg Hugit is. Köszönjük szépen, hogy kiosztottátok. Mert lesznek gyakorlatok. Miért? A keresztényi kommunikációról szeretnék nektek beszélni. Nemrég ért véget ugye a házasság hete. És
majd el fogok nektek mondani néhány adatot a közösségünkben lévő helyzetről, és nagyon-nagyon azt látjuk, hogy a kommunikáció, a keresztényi, a biblikus kommunikációnak az elmaradása, a szeretetlenségünk, a keménységünk, azok nagyon nagy problémát okoznak, nem csak házasságban, külön fogunk beszélni házasságról, gyereknevelésről, mindenről fogunk beszélni, és fogunk gyakorolni. Természetesen nem kötelező, nehogy azt higgye valaki, hogy gyakorolni, nem kötelező gyakorolni, csak azok fognak, akik szeretnék, kettes csoportokba leszünk, majd meg fogjátok látni. Én úgy gondolom, hogy érdemes, de természetesen semmi sem kötelező, és minden rátok van bízva. Még ugye, ami fontos, hogy fél egy után fogom befejezni a prédikációt, és délután 14 órakor fogjuk folytatni, hát egy elég érdekes témával, abból készültem nektek, hogy a média hogyan manipulál minket, mert mi is manipuláljuk egymást. És egy olyan vetítést fogok nektek tartani, én is nagyot néztem, amikor készültem, pedig én azért ezzel foglalkozom régóta. A manipulációról, a média manipulációról fogok nektek tartani egy vetítést először, azt is természetesen egy bibliai történettel fogjuk felvezetni, és utána folytatjuk ezt a témát. A két prédikáció együtt adja ki azt, amiről szeretnék nektek beszélni. Ha tudtok, maradjatok itt, vagy gyertek vissza, de természetesen egy lezárt egészé van megcsinálva a délelőtt is, tehát nincsen probléma, hogyha bárki ne tudna itt maradni, de ha itt tudtok maradni, nagyon örülök. Na de miért gondoljuk azt? Miért gondoljuk azt, testvéreim, hogy nekünk foglalkozni kellene a keresztény kommunikációval? Néhány dolgot nézzünk meg. A generál konferencia évtizedek óta méri azt, hogy az egyházunkban, a világ egyházunkban hányan hagyják el az egyházat. Brutális a szám, nem is mondom nektek, tehát nem ezrekben mérhető, nem is százezrekben. Rengetegen hagyják el az egyházat. Nagyon fontos, nem barátkozókról beszélek. Testvérekről beszélek, és vélelmezem, hogy persze bizonyára lehetnek olyanok, akik azért hagyják el, mert mondjuk rádöbbentek, hogy ők nem szombatot szeretnének tartani, de azért ez a kevesebb. Én azt gondolom, hogy azért hagyják el az egyházunkat, mert nem találják meg azt a szeretetet, amit mi nagyon amúgy mondunk, szószékről, egymásnak, szombatiskolában, és nem találják meg. És ezért mi történik? Csalódnak, és sajnos elhagyják az egyházunkat. Mindeközben máshol mi történik? Egy kedves lelkész barátom mesélte, hogy a városukban, nem mondom meg a várost, a városukban találkozott egy új protestáns gyülekezet lelkészével. És mondta neki a lelkész, a mi lelkészünknek, képzeld el, 23 keresztségünk volt. Hát mondta a lelkészünk, hogy azért az nem semmi. Egy évben 23 keresztség, hát azért az nem rossz egy gyülekezetben. Mire mondta a testvér, hogy nem, ebben a hónapban volt 23 keresztségünk. Ez a helyzet. Ez a helyzet, és ez a gyülekezet, ez nem ám adventistákat, meg hívőket szed össze mindenhonnan. Szó sincs róla, ateistákról beszélünk, akik valami oknál fogva ott megtalálták azt a szeretetet. Mi pedig mit mondunk? Hát nálunk van az igazság. Hát mi tudjuk a legjobban? Hát hogy? Hát nem érti? Nem érti, ami a Bibliában le van írva? Hát 2300 estve és reggel, és még sorolhatnám. És mégis valahogy nem. Valahogy nem jön át az, amit igazán mi szeretnénk. Néhány éve olvastam egy döbbenetes adatot. Az adventisták között Magyarországon a válások száma elérte a világi statisztikákat arányaiban. Tehát arányaiban annyian válnak el közöttünk, akik tudjuk azt, hogy akiket Isten egyszer, akkor azt ember ne szedje szét, ugyanannyian válnak el közöttünk, mint azok közül, akik nem is ismerik az Urat. Gondoljatok ebbe bele, arányaiban. Gondoljunk ebbe bele, testvérem, nyilván nem azt mondom, hogy kizárólag a kommunikációs problémák miatt válnak el a testvérek. Szó nincs róla. Millió probléma lehet. De azt mondom,
hogy ha normálisan tudnánk beszélgetni otthon egymással, ha nem a szőnyeg alá söpörnénk, akkor lehet, hogy meg lehetne sokkal több válást menteni, sokkal több házasságot menteni. Nem szabad, soha senkinek nem szabad pálcát törni. Egy adventista sem úgy válik el, hogy közben énekel. Biztos, hogy olyan dolgok vannak, amik nagyon mélyre vitték őket, és lelkileg szenvednek. De akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem várunk a véglegetig, és időben elkezdünk foglalkozni, kommunikálunk, akkor rengeteg házasság tudna megmentődni. Igen, nagyon fontos. Jézus várja, és igenis akarja, hogy ezekkel foglalkozzunk. És igen, hitben ez szombathoz tartozik. Majd meg fogjátok látni, hogy mennyire szombathoz tartozik. De nézzünk még egyet. Nagyon sok helyen járok az országban. Mindenhol az a probléma. Amíg a gyerekek, addig jönnek. Hát nyilván a szülő azt mondja, amíg én nálam laksz, addig jön szombatonként. Aztán megtörténik 18 éves korban a váltás, és a fiatal felnőttek, tehát mondjuk most nem a 30-asokat, hanem a 18-22 évesek nagy részben elhagyják a gyülekezetet. Miért? Mit látnak itt nálunk? Nagyon fontos. Nem arról beszélek, hogy az elveinket, a törvényt, a gyülekezeti kézikönyvet, azot vigyük lejjebb. Szó nincs róla. Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy hogyan érjük el azt, hogy a gyülekezeti kézikönyvbe legyen tartva, hogyan érjük el azt, hogy a törvények stb. Be legyenek tartva. Mert az nem megy, hogy én vagyok a világ legjobb adventista, és uram, mindent értet teszek, közben meg olyan stílussal és olyan dolgokkal beszélek másoknak, hogy elszalad a gyülekezetből. Jézus meg eltakarja a szemét, miközben azt hiszem, hogy én vagyok a világ legnagyobb adventistája. Igen, foglalkoznunk kell ezzel. Juhász Gyulának döbbenetes ez a rövid verse, egy részlet. Szavak, csodálatos szavak. Békítenek, lázítanak, eldöntenek egy életet, följárnak, mint kísértetek. Ölnek és feltámasztanak. Szavak, csodálatos szavak. Testvéreim, mit jelent az, hogy följárnak, mint kísértetek? Azt jelenti, hogy amikor én valakinek mondok valamit a gyülekezetbe, a családomba, a gyerekemnek, azok följárnak, mint kísértetek. Az nem úgy van, hogy elfelejti. Az még évek múlva is egy nagyon-nagyon komoly dolgot jelent az életükben. Ez, ami a legfontosabb. Testvéreim, mi az, ami a legnagyobb kárt okozza otthon is, gyülekezetben is, bárhol? A félreértések. Az én fiam óvodás volt. Óvodás volt, és az apukámat akkor elsodorta egy autó. És be kellett vinni a Rókus kórházba. És mondtam Barnabásnak, kis óvodás volt, mondtam, hogy semmi baj, nincsen Barnabás. Papának volt egy kis balesete, bevitték a Rókus kórházba, de meg fog gyógyulni. És onnantól kezdve két napig éreztem azt, mert látni lehet, ahogy a piciknek, tudjátok, hogy ott nagyon forognak a kerekek. Nem, valami nem stimmelt. Két nap után megkértem a fiamat, hogy mondja már el, mi a baj, mert higgyel, meg fog gyógyulni a papa. Mire a fiam azt mondta, hogy igen, azt tudom, hogy meg fog gyógyulni, de miért kellett a papát bevinni a Mókus kórházba? És igen, humoros ez a dolog, persze, és hogyha én erről beszélek otthon a 25 éves fiam előtt másoknak, akkor két napig nem beszél velem. De mi volt itt a probléma? Az, hogy nem arra figyeltem, hogy ő milyen, mit tud, mi az, amit megért. A legnagyobb probléma, testvéreim, az egymással való kommunikációban, hogy csak azt figyeljük, csak azt, hogy mi mit akarunk mondani, de azt nagyon. Azt nem figyeljük, hogy az a másik megértse. Nem figyeljük. És ez a szerencsétlen gyerek két napig vizuálisan mit látott? Hát ott van az erdő, ott vannak a fák. A fák tetején ott van a Mókus kórház, ami logikus, mert hát minden mókus valahol meg kell gyógyítani. Tehát ez egy teljesen természetes dolog. A probléma az, hogy feküdnek a kis mókusok az ágyon, és akkor a harmadik ágyon ott az ő nagy-nagyapja. Értitek? Nincs mese.
Miért nem azt mondja Jézus, hogy nem elég, ha örömmel fogadjátok az igét, mert ha önző éneteket nem győzitek le, akkor eltávolodtok az Úrtól. Jézus nem ezt mondja. Igaza lenne, ha ezt mondaná Jézus? Hogy ne lenne igaza? Persze, de ő valahogy nem ezt mondja annak a sok-sok embernek, akik ott ülnek, és beszélt nekik, és tanította őket. Helyette a köves talajba került magról beszél. Más magok köves helyre esnek, ahol kevés a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Ugyanazt mondja el? Ugyanaz lenne. De mégis a másodikat mondja. Miért? Mert olyan embereknek mondta, akik a mezőgazdaságból éltek, és nekik így kellett beszélni. És hogyha úgy beszélt volna vele, ahogy csak ő akarja, és nem figyel a másikra, egy szót nem értettek volna meg. De így értették, mert tudták, hogy ha köves talajra megy a mag, hát akkor gyorsan kihajt nyilván, de nincs gyökere, jön a napocska, aztán puszi. Ennyi volt. Nagyon-nagyon érdekes ilyen szempontból ez. Képesek vagyunk-e figyelni a másikra? Tegye föl a kezét, fönt, lent, akinek mond valamit az a név, hogy Skála Kópé. Skála Kópé. Föl a kezeket. Ha körbenéznétek, egy generációt láttok. Így van. Egy generációt látok, egy meghatározott generációt. A most Plázának hívnánk, akkor Skálának hívtuk, és annak volt a ilyen kis szimbóluma, a Skála Kópé. És múltkor beszéltem fiatalabb munkatársaimmal, a reklámokról beszéltünk, és mondtam nekik, hogy hát igen, mert hogy ugye akkor, amikor a Skála Kópé, és elkezdtem, hogy én vagyok a Skála Kópé, na mindegy, ezt hagyjuk. Szóval ez egy ének, a Skála Kópé énekli, és ezt elénekeltem nekik. És rájuk néztem mosolyogva, és döbbenten látom, hogy úgy néznek rám, mintha a post-covid szindróma valahol itt a fejemben. Értitek? Miért? Hibáztam. Teljesen mindegy, hogy kommunikációval, keresztényi kommunikációval foglalkozom. Hibáztam. Mert nem az ő gondolkodásuk. Nem vettem figyelembe a korosztályukat. Nem vettem figyelembe az érdeklődés. Csak az volt a lényeg, hogy én mit mondok. Értitek? Na nézzünk egy ellenpéldát. Tegye föl a kezét, aki tudja azt, hogy mi az, hogy boomer. Az igen. Vannak azért átfedések, nem sok, de vannak, igen, köszönöm szépen. Megint egy másik generáció, értitek? Múltkor azt mondja nekem a fiam, kértem tőle valamit, és azt mondta nekem, hogy hát apa, te egy boomer vagy. Lövésem nem volt, hogy mi az, hogy boomer, de Isten után ki a legjobb barátunk, ugye a Google, beírtam, hogy boomer, ugye nem tudtam, hogy most mi legyen, hogy most átkaroljam, és azt mondjam, hogy fiam, én vagyok a legboldogabb apa, hogy 25 éve a fiam vagy, vagy ne beszéljek vele 4 napig. Értitek? Nem tudtam, mi az, hogy boomer, az utóbbit kellett volna csinálnom. Kiderült, hogy a boomer miatt én nem fogom őt átkarolni. A boomer valami olyasmi, amit az idősebbeknek mondanak a fiatalok, ilyen technikai, meg egyéb dologba, körülbelül azt jelenti, hogy na apa, aztán te sokat tudsz arról, hogy a fiataloknál ez mi van meg ezzel a technikával. De most ők hibáztak, értitek? Ő hibázott, mert nem figyelte meg azt, hogy én egy más korosztály vagyok. Én más érdeklődésű vagyok. Testvéreim, rettenetesen sok félreértést, problémát tudnánk a gyülekezetben, a családunkban, a munkahelyen. Rettenetes sok problémát tudnánk kiiktatni akkor, hogyha képesek lennénk végre valahára a másik fejével is gondolkozni, nem csak azzal, hogy én mit szeretnék mondani. A következőt szeretném most kérni tőletek. Aki az ablak felé ül, ő az egyes. Jó, ha ketten ültök, akkor te vagy az egyes. Aki az ablak felé ül, az egyes. Aki mellette ül, a kettes. Pekje van, akik ketten vannak. Egyes, kettes, egyes, kettes, egyes, kettes, egyes, kettes. Így tovább. Ha valaki egyedül ül, akkor bátran üljön valaki mellé, ha szeretne a gyakorlatokba részt venni. Mivel fölül is van ablak, innen látom, kedves felső szektor, fölül is van ablak, ezért fölül is lehet egyes, kettes, egyes, kettes csinálni, ha szeretnétek, de nem kötelező, soha semmi ilyen dolog nem kötelező.
A következőt szeretném mondani. Az egyesek tegyék meg azt, hogy bármit, egy perces történetet mondjanak el a ketteseknek, ami velük történt, kitalálhatják, teljesen mindegy. Lehet az is, hogy tegnap elvittek az UFO-k, tehát lehet nyugodtan hazudni, vagy az, hogy jó a Lacinak a prédikáció, tehát hazudni lehet nyugodtan, tehát bármit lehet csinálni. Egyetlen egy dolog a fontos. Olyan dologgal mondjátok el neki, ami valamilyen szinten kapcsolódik hozzá. Értitek? Úgy, mutatom nektek, hogy mire gondolok. Ha tényleg szeretné megérteni. Emlékszem, te is voltál olyan helyzetben, mint tegnap én. Végre kipróbáltam, amiről sokat meséltél, képzeld. Tudom, neked nem kell magyaráznom, milyen az. Értitek? Eszembe jutottál, mert te is szívesen viselsz, hallgatsz, nézel, stb. Ilyen dolgokat. Tehát a lényeg valamiben kapcsolódjon. Ha olyanok ülnek egymás, mert akik nem ismerik egymást, semmi gond, akkor valami olyat, amit látsz rajta. Tehát, hogy mennyire szeretem én is ezt a piros színt, múltkor ilyet akartam venni cipőbe, de nem engedte a feleségem. Ennyi. Értitek? Tehát, hogyha nem ismered, akkor ilyen, de ha ismered, akkor kérlek, olyat mondj neki, amivel tudod őt behozni ebbe a történetbe, hogy megértse a történetet. Egy perc van a gondolkodásra, és utána először az egyesek a ketteseknek, majd utána vissza. Egy perc. Ebben majd az lesz a kérdés, ebben a feladatban, ami nagyon fontos, hogy tudjak a másik fejével gondolkozni. Emlékeztek, ha tényleg szeretném, hogy megértse. Ha nem szeretném, hogy megértse, akkor nincs probléma, akkor bárhogy mondhatom. Jól van. Akkor szép lassan fejezzük be. Hadd kérdezzem meg azok közül, akik hallgatták, tehát nyilván mindketten hallgattatok, azok közül könnyebb volt-e a megértés úgy, hogy belelettem vonva, és ezáltal ott volt a kapcsolat azzal, amit mondok, a másikkal. Könnyebb volt-e így a megértés? Könnyebb volt. Örülök neki. Jól van. Hát akkor már ezt is lehet így csinálni. Testvéreim, tehát nagyon fontos, ha mondok valamit, próbáljak a másik szemével gondolkozni. Viszont mindig figyelnem kell, ugye erről beszéltem az előbb, hogy hogyan és miként mondok el dolgokat a másiknak. Hogyan mondom el a nehéz problémákat? Hogyan mondom el a gondokat? Ehhez is Jézust fogom segítségül hívni. Egy olyan igét választottam ma alapigének, amit ha megtudtok majd egy kicsit jegyezni úgy, hogy mit is mondtunk hozzá, mit is tanultunk hozzá, akkor az életetekben a kapcsolat az nagyon-nagyon könnyebb lesz, és a kommunikáció. Ez Jelenések könyve 2. fejezet 10. verse, nem kell ugye kivetíteni, mert én ezt kivetítem nektek. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ez melyik levél? Meg tudjátok nekem mondani? 3. levél? Ez a 2. levél, ez a szmirnai gyülekezet. A szmirnai gyülekezet miről volt? Fogalmazzunk úgy, hogy a 2. keresztényi gyülekezeti korszakban mi volt tulajdonképpen? Az üldöztetés. Tehát ez, amikor Jézus azt mondja, hogy börtönbe fognak vetni közületek sokakat, nem csak börtönbe vetik, rengetegen meghaltak. Ez a mártíroknak az időszaka. És szeretnék most nektek valamit megmutatni, amit ki is vastagítottam. Jézus hogy beszél itt? Testvéreim, ha én ezt elolvasom, akkor mindig meghatódom. És hogyha valakinek valamit el kell mondanom, nem csak azt, testvéreim, hogy beteg vagy, hanem bármi mást, ami nem fog összejönni, akkor mindig ezen gondolkozom. Mit csinál Jézus? Nézzétek meg! Jézus azt mondja, hogy aki győz, nem árt a második halál. Mit nem mond Jézus? Mit nem mond?
hogy nem fogtok meghalni. Ezt nem mondja. Nem mondja azt. Nem, nincsenek kincstári optimizmusok. Nem arról beszél Jézus, hogy jó, börtönbe is lesztek, de majd meglátjátok, nem fogtok meghalni. Nem mond ilyet, nem hazudik Jézus. Mit csinál? A fókuszt máshova helyezi. Testvérim, ha ezt meg tudjuk tanulni, a fókuszt máshova helyezi Jézus, nem arról beszél, hogy nem haltok meg, hanem arról beszél, hogy a második halál nem fog nektek ártani. Értitek? Ez valami olyan szeretet, olyan pedagógia, olyan csodálatos kommunikáció, amit ha eltanulunk Jézustól, teljesen más lesz az életünk. Azt mondjuk a gyereknek, hogy el fogunk menni Spanyolországba nyáron. A gyerek beleéli magát, kiderül, hogy nem fogunk tudni elmenni. Mit mondok neki? Nem megyünk Spanyolba. Ezt mondom neki. Vagy fogom magam, és megpróbálom a fókuszt máshova helyezni. És azt mondom, hogy figyelj, nem tudunk most menni Spanyolországba, de tudsz ott lenni 2 hetet Almádiban a mamáékkal, és a papával minden nap a Balatonba tudsz vízibiciklizni. Értitek? A fókuszt máshova helyezem. Tökéletes dolog. Ez nem csak akkor fontos, testvérem, amikor halálról van szó, halálos betegségekről van szó. Az életünk minden pillanatában, a gyülekezetben, mindenhol alapkérdés az, hogy szeretem-e annyira a másikat. Szeretem-e annyira a másikat, hogy amikor valami rosszat kell neki elmondanom, akkor megpróbálom, nem verem át, ez nagyon fontos, hanem megpróbálok valami jót mondani neki. Valami jó felé vinni ezt az egészet, a fókuszt máshova helyezni. Nagyon kérlek benneteket, ezt az igét és ezt a végét, tudom, maga az ige nem erről szól, vagy a rész nem erről szól, nem is szoktunk foglalkozni ennek a végével, de most más a témánk, és a témánkban ez a nagyon fontos. Közös lesz a gyakorlat 1-es és 2-esnek. Vezettek közösen egy éttermet. Szeretnétek az ismerősötöknek segíteni, akinek nincs munkája, egyedül neveli a 2 gyermekét, és megpróbáltok neki állást adni, mondjuk úgy, hogy ő az egyik cukrász vagy szakács. De kiderül, hogy nem válik be. Kiderül, hogy nem válik be. A kérdés az az, hogy képes vagyok-e ezt úgy elmondani neki, hogy a fókuszt arrébb teszem. Lehet az az elmondás, hogy sajnos el kell válnunk egymástól. De tudok-e fókuszt tenni? Lehet az is elmondás, hogy nem ezt fogod dolgozni, mert ez nem megy neked, de a fókuszt máshova teszem. Értitek? Jó, 1 perc, tehát azon gondolkozzatok, hogy ezt hogyan tudom elmondani egy olyan embernek, aki nehézséggel küzd. Ha a fókuszon kívül még talán tudok megoldást is. Na, az az igazi szeretetteljes kommunikáció. Jó, kezdjetek ezzel akkor egy kicsit gondolkozni. Nem kell leírni. Nem kell leírni, csak egymással beszéljétek meg. No, akkor kezdünk a végére jutni. Természetesen soha nem fogom megkérdezni, hogy ki mit mondott, mert tiszteletbe tartom, hogyha nem szeretnétek elmondani magát, amit kitaláltatok. De utána az ebédnél vagy bárhol nagy örömmel veszem, hogyha úgy elmondjátok, mert én is mindig tanulok, megmondom őszintén. Örülök neki, hogyha ezt így végig gondoltátok. Sok-sok lehetőség van nyilván. Lehet adni egy másik munkát belül. Azt is mondhatjuk, hogy de mivel éttermem van, viszek neked esténként, vagy gyertek ide a 2 gyerekkel, tehát ebédelni vagy vacsora. Sok minden van, amiben a fókuszt át tudom tenni. Egy dolog a fontos, hogy mennyire szeretem. Jó? Akkor most arra kérlek benneteket, hogy ezt most akkor hagyjuk abba ezt a részét, és nézzük meg a legkeményebbet. Mert mi a legkeményebb, testvéreim? Eddig ugye miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy ha én beszélek, akkor mire kell vigyáznom? Emlékeztek, ugye? Oké, de a hallgatónak nincs felelőssége? Akivel beszélek? Annak nincs felelőssége? Hát hogy ne lenne? És ez az, amit nagyon-nagyon sokszor elfelejtünk. Amikor azt hallom, hogy engem megsértett XY,
És mit csinált? Hát nem tudom. És akkor mond valamit. Tehát a hallgatónak óriási felelőssége van. Megint Biblia, 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 Biblia. Ezért mondtam nektek, prédikáció csak egy kicsit máshogy. Nem tudom, hogy mennyire ismerős a történet, biztos sokszor olvastátok már. Ugye Dávid jóban van Náhással, az ammoniták elhunyt királyával, Náhás meghal, és Hannun az új király. Oké? És Dávid mit csinál? Azt mondja, hogy elküldöm az embereimet Hánunhoz, és elmondom neki, hogy nagyon szerettem apádat, nagyon sajnálom, mi is legyünk továbbra is barátok, stb. És elküldi hozzájuk, és mit olvasunk? És ez, testvéreim, nagyon-nagyon kérlek benneteket, ez az, ami egy gyülekezeten belül a problémának a 90%-át adja egymás között. Nagyon kérlek benneteket, hogy most figyeljetek. Mit mondanak Hánunék a királynak? Azt hiszed, hogy apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért jöttek ide a szolgák, hogy kifürkészék, kikémleljék, és feldújják az országot. Elfogadtatta azért Hánun Dávid embereit, megnyíratta őket, ruhájuk felét fenekükig levágatta, és visszaküldte őket. Testvérem, mi történik? Nem hitték el, hogy a másik jót akar. Félre magyarázzák azt, amit a másik szeretne mutatni. Hányszor vagyunk így? Hányszor vagyunk úgy, hogy évtizedes haragszomrádok vannak a családban, mert ott lesz az uncsó tesó, aki egyszer azt mondta nekem, és lehet, hogy nincs is ott, és lehet, hogy nem is mondta. Félreértjük egymást. Sajnos azt kell mondjam, hogy sokszor azt érzem, mintha örömmel értenénk félre egymást. Mintha direkt jó egy kicsit haragudni. És nem tudjuk a másikból kinézni, nem akarjuk a másikból kinézni azt, hogy ő jót akar. Nézzétek meg, itt mi történt? Dávid jót akart, félre magyarázták, egy év múlva kinek a fején volt az ammoniták koronája? Dávid fején volt, ennyi. Mert hát ez nyilván, amit csinált az embereivel, ez kész, hát ez hadüzenet. Ilyen dolgok vannak, el tudjátok képzelni, hogy hány testvérnél van az, hogy évek, évtizedek óta haragszom rád van, mert mintha egyszer azt, de nem, és ha nem tette, és ha csak én értem félre. Ebben a gyülekezetben nekem volt egy tapasztalatom. Nincs itt, akiről mondom, azért mondom el, de amúgy sem mondanám el névvel. Nem volt itt a testvér, és nagyon szeretem. És szombat délután írtam neki egy messenger üzenetet, és megkérdeztem, hogy baj van, tudok segíteni, miért imádkozzak, mi van, miért nem, mi van veletek. 10 perc múlva hívott Szabó János. A lelkészünk, az akkori lelkészünk. Laci, mit csináltál? Mondom, János, mit csináltam? Mi történt? A testvér fölhívta őt, és elmondta felháborodva, hogy a Laci számon kérte rajta, hogy nem volt ott szombaton. Számon kértem rajta, hogy nem volt ott szombaton. Miért? Annyit kérdeztem, hogy tudok-e segíteni, mi van veletek? Nem tudsz mit csinálni. Egyszerűen nem nézzük ki a másikból azt, hogy jót akar. Ha azt látom, hogy ő így meg úgy meg valamit mond, vagy csúnyán néz rám, vagy fogalmam nincsen, mit csinál, akkor onnantól kezdve örihari van. És onnantól kezdve még évek múlva is emlékszem arra, hogy ő mit csinál. Miért? Mert nem beszélünk róla. Mert inkább azt mondom, hogy én jól értettem, és én ezt magamba teszem, ahelyett, hogy elmondanám, hogy figyelj, itt félreértettem valamit. Testvéreim, teljesen megváltozna egy testvéri közösség, ha végre valahára ez szerint menne. Egy testvérem, ő itt van most, egy testvérem nemrég felhívott, és elmondta, hogy én másodszor mondtam el valamit, prédikációban, meg felkonferálásban úgy róla, amit ő nem teljesen értett, hogy bajom van vele, vagy csak viccelek. És csak vicceltem.
De innen üzenem a testvérnek, innen üzenem, hogy ez a keresztényi kommunikáció. Nem kezdek el arról beszélni magamnak, meg a másiknak, hogy hát a Laci biztos. Nem, hanem megkérdezem. És megmentette a kapcsolatunkat, és mondtam, hogy figyelj, bocsánat, hát ez egy vicc volt, idétlen vicc volt, elnézést kérek, többet nem fog megtörténni az életemben. Ez van. De ez a keresztényi dolog. Ehelyett tüskéink vannak, őrizzük a tüskéket, mert őrizzük a tüskéket, miközben azt mondjuk, hogy Jézust követjük. Hát Jézus az életét adta értem. Ja, én meg tüskéket őrzök. Bocsáss meg a bűneinket, amiképpen mi megbocsájtunk, jó? Nem kezdek ebbe bele, de érthető, hogy amiképpen mi megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Testvéreim, ezek azok a dolgok, amelyeket tisztán kell látnunk. És majd délután fogok nektek beszélni és gyakorolni. Fogunk beszélni arról a kommunikációról, ami a leggyorsabb, ami ösztönösen jön, amivel vérig tudunk sérteni másokat, és nem értjük, hogy miért. Ezt hívják nonverbális kommunikációnak. Nonverbális, nem beszéd, ez minden, ami nem beszéd. Mimika. Hányszor hallom egy testvértől, én nem értem, Laci, miért sértődött meg X testvér rám, hát egy rossz szót se szóltam. Ja, hát nem, csak éppen ilyen arcokat vágtam, hogy... És még sorolhatnám. Egy arcommal, egy mimikával, egy életre meg tudok más embert sérteni. Tökéletesen használjuk. Otthon is, gyülekezetben is. Tökéletesen használjuk. Az a nagy helyzet. Testvéreim, most pedig a fennmaradó fél órában szeretnék megmutatni nektek egy olyan kommunikációs stílust, amit nem nagyon használunk. De ehhez van egy nagyon-nagyon fontos feltétel. Hogy Zoli kijöjjön és megmutassa, hogy tudok arrébb menni. Jó? Ez egy nagyon fontos feltétel, meg kell mondjam. Arrébb mennék, meg kihagynék dolgokat, és arrébb mennék. Mivel, hogy tudok arrébb menni? Hova tetted? Köszönöm szépen. Hát ez, amikor a Laci ért az informatikához, meg kellett volna találni a kurzort. Hát ez van. Szóval, most, hogy ezt elhárítottuk, és köszönöm szépen, szeretnék nektek egy kicsit, és ezt be is fogjuk gyakorolni, most is, és majd délután is, ha ezt meg tudjuk tanulni, meg fog változni a kapcsolatotok. Ezek nem nagy dolgok, higgyétek el. Nézzük meg először. Három kommunikációs stílust ismer mindenki, nem fogok vele nagyon foglalkozni. Agresszív. Na, az agresszív kommunikáció az tulajdonképpen az az ember mit csinál. Ő irányít, ő a legnagyobb adventista a gyülekezetben, ő az, aki be akar tartani mindent, csak a torka véres, mert ezt az egészet úgy próbálja csinálni, hogy a szeretet hiányzik belőle. Az agresszív az általában őt soha nem fogod tudni meggyőzni arról, hogy te agresszív vagy, mert nem érzi. Nem érzi, mert úgy gondolja, hogy ez törvény, ez az, amit be kell tartani, ami igaz, megint mondom, be kell tartani, így van, az Isten segítségével, és be kell sok mindent tartani. Csak ahogy ezt elmondom a másiknak, ahogy ezt kommunikálom, a világ végére elfut tőlem. Ez az agresszív. Passzív. A passzív az a testvér, aki belül háborog, kívül nem látszik rajta. Nem igaz, hogy azt hiszik. Azt hiszik, hogy én egész nap lógatom a lábam, meg egész héten lógatom a lábam, és meg én csináljam az ebédet is a gyülekezetben. Megcsinálja. De közben 10 évvel hamarabb fog meghalni,
mert infarktust fog kapni. Ilyen a passzív, rettenetes önsajnálata van. Az agresszív az egymagába veszélyes, a passzívok együtt veszélyesek. A passzívok a gyülekezetben, munkahelyen mindig megtalálják egymást, és jól kibeszélik a presbitereket, a többieket, hogy hát ezek nem normálisak, hogy ezt komolyan így gondolják. Nagyon fontos, a passzív nem ellentéte az agresszívnek. Vigyázzunk, ez ugyanolyan rossz, mint az agresszív. Az agresszívnek mi az ellentéte? A nem agresszív, így van. Na most jöjjön a legborzasztóbb. A legborzasztóbbat úgy hívjuk, hogy passzív-agresszív. Hát ő a nagy játékos, ahogy írtam. Ugye miről van szó? Kívülről passzívnak tűnik. Nekem mindegy, belül agresszív, mert azt akarom, ami én legyen. Hogy van egy gyülekezetben? Megint nézzünk egy példát. Nem tetszik az, mondjuk, hogy milyen zene volt most, tegyük föl. Nem tetszik, hogy milyen zene van, és azt mondom a testvéreknek, hogy testvérem, nekem mindegy, ahogy ti szeretnétek, olyan zene lesz, amit ti szeretnétek. Viszont én akkor nem fogok jönni szombaton. Értitek? Ez a passzív-agresszív. Úgy teszek, mintha nem érdekelne, de azért ott van az agresszív. Figyeljetek, az a helyzet, hogy a passzív-agresszív ember az, aki tönkretesz nem csak egy gyülekezetet, persze, de egy házasságot. Hogyha egy passzív-agresszív férj összekerül egy passzív feleséggel, az egy rémálom. Mindkettőjüknek különben, de most ezt nem akarok ebbe belemenni. Tehát a lényeg az, hogy ezek azok a dolgok, kommunikációs stílusok, amelyek érdekesek. Majd délután hoztam nektek egy speciális tesztet. Ki fogjuk tölteni mindennel együtt, és ki fogjuk értékelni, és meglátjuk, hogy körülbelül hol tartunk a kommunikációs stílusban. Még egy dolgot hagyd mondjak, ez nem olyan, hogy én az vagyok egész életemben. Van, hogy egy nap változtatom ezeket a stílusokat, de van egy domináns. Van egy domináns, ami nagyon fontos. Ugye múltkor meséltem ezt nektek, hogy az is passzív-agresszív, ugye ő a nagy manipulátor. Erről majd fogunk beszélni délután. És amikor én kinyitom a hűtőt, és van benne egy kígyó uborka, és azt mondom a feleségemnek, hogy nem szeretnél Kriszta enni egy jó uborka salátát? Értitek? Mire a feleségem azt mondja, hogy figyelj, ha majd azt mondod, hogy kérsz egy uborka salátát, csinálok neked. Értitek? Tehát ez a manipuláció. Óriási manipuláló. Na nézzük a negyediket, amit szeretnénk, hogy igazán mindannyian megértsünk. Ezt úgy hívják, hogy asszertív kommunikáció. Fel a kezet, aki hallotta. Igen, tartsa fönt, aki gyakorolja. Na hát, van, igen, értem. A következő, nagyon jó, a következő. Mi a lényege ennek? Kicsit összecsúsztunk, de nem baj. A saját véleményemet képviselem, a céljaimat képviselem, de oly módon, hogy az másik igényeire és céljaira figyelni fogok. Mindjárt látni fogjátok, hogy mit jelent. Mert meggyőző vagyok, de nem agresszív. És hatni tudok a másikra, de nem manipulálok. Ez az, amivel túl lehet élni. Önmagunk tudunk lenni anélkül, hogy másokat megbántanánk. A kereszténységnek mi az alapja? A szeretet. Mindig erről beszélünk. Tudjátok, a nap rossz híre az, hogy a kommunikáció az sajnos a szeretetet nem fogja helyettesíteni. Tehát ha valaki azért ült be, hogy na majd Laci most megmutatja, hogy hogyan tudom eltakarni azt, hogy nem szeretem a másikat, kommunikáció, nem tudok mit csinálni, nem lehet. De az Úr nem azt várja, hogy közben meghalljunk. Mert abban az esetben, hogyha mindig mindent elvállalok, akkor egyszer akkor fogok robbanni, és ott fogok robbanni, ahol nem kellene. És nem őszinte az egész. Önmagunknak lenni. Mutatok nektek egy példát, miként reagálnak. Mind a négyen kérnek egy kiló almát. Ki van írva a piacon, hogy Magyarország legszebb almája? Mind a négyen kérnek egy kilót. Irdatlanul csúnya almákat kapnak. Jön az agresszív, dühös az eladóval. Azt mondja, hogy én fogom most ezt, hogy Magyarország legszebb almája, én törlöm le a ruhámmal. Hogy teheti meg, hogy kérem a panaszkönyvet? Jön a passzív. Hát a passzív az elfogadja, megszokta, hogy ő mindig a rohadt almát kapja. Ez van, belül nagyon-nagyon háborog. Háborog keményen, de kívül mi van?
kívül, hát ez van, hát elviszem. Na, jön a kedvencünk, figyeljetek, nem azért írtam poént a passzív-agresszívhez, mert ez egy jó dolog, nem. Azért írtam, mert a passzív-agresszív nagyon sokszor szarkasztikus, nagyon sokszor halkan beszél. Passzív-agresszív sokszor beszél halkan, hogy odafigyeljenek, és úgy gondolja különben, hogy ha halkan beszél, akkor jobban odafigyelnek rá, és erősíti. A passzív-agresszív a megbeszéléseken általában a végén szólal meg, hogy ő rá emlékezzenek, és még sorolhatnám, de nagyon szarkasztikus. Ezért azt mondja, hogy igazán szép Alma, önnek is ilyet kívánok. De ezt nem azért írom, hogy azt mondjuk, hogy de nagyon klassz. Nem, borzasztó. Borzasztó a passzív-agresszív. És mit csinál az asszertív? Visszaadja az árut, és azt mondja, hogy elnézést, én nem ilyet kaptam, ide az van kiírva, hogy. És mit csinál még? Most figyeljetek. Megérti az eladót. Azt mondja, hogy én tudom azt, hogy nem ön tehet róla. Tudom, hogy az, aki önt fizeti, ő hozza ki ezt az almát. Tudom azt, és nem önre haragszom. Senkire nem haragszom, de ne haragudjon. Adjanak már szép almát, hogyha ez van kiírva. Szerintetek mi fog történni? Az eladó meg fogja köszönni. És a következőben úgy fog emlékezni rád, végre egy ember, aki embernek tartott engem, és nem csak az, hogy szolgáltatok, hogy a pult alól fogja adni a szép almát. Tessék a postában, az OTP-ben, és még sorolhatnám, amikor a frusztrációnkat rányomjuk a szerencsétlenekre, akik ott ülnek, átgondolni ezt az egész dolgot. Tehát ez az asszertivitás. És nézzünk most egy próbagyakorlatot. A testvér felhív, hogy azonnal menj át hozzá, mert holnap el akarja vinni a felesleges ruháit a gyülekezetbe a rászorulóknak. Segíteni kellene válogatni. Te pihenéssel kívántad tölteni a délutánt, mert fárasztó heted volt. Ez egy nagyon kemény dolog. Teljesen ki vagy, nem mennél át, de szereted, asszertív vagy, valamit ki kéne találni. Mit találhatunk ki például? Ugye az nem jó, hogyha azt mondod, mondom neki, hogy figyelj, nem megyek. Az agresszív. Az se jó, hogy azt mondom, hogy figyelj, hívd a Józsit. A Józsi biztos el tud menni, a Józsi soha többet nem fog velem beszélni. Nem ez a Józsi, elnézést, van Józsi, kellett volna Edét mondanom, Ede nincs, ugye? Hívd az Edét, mert, és akkor Ede nem fog többet beszélni velem. Mert igaza is van. Mi van, ha ezt mondom? Abszolút megértem, hogy segítségre van szükséged, hogy hamarabb megszabadulj a holmiktól, de én ma pihenni szeretnék. Sajnálom, hogy nem segíthetek, de mit szólnál ahhoz, ha holnap reggel átmennék hozzád, és megnéznénk a ruhákat? Értitek, mi az asszertivitás három lényege? Megértem a másikat, igen, értem, hogy ez probléma. Én ezt most nem tudom megcsinálni, de mondok egy megoldást. Ez az asszertivitás. Ez az asszertivitás. Családon belül, gyülekezetben, bárhol. Mutatok nektek például egy olyat, hogy elrettentő módon például ez hogy történne a gyülekezetbe. Hát esküszöm, Zoli, hogy én nem tudom megtalálni ezt a kurzort. Nézd meg, ez itt kéne egy kurzornak lennie, hogy találod meg? Két ujjal kellett volna mennem, elnézést. Szóval ez az asszertivitás, figyelek a másikra, értitek? Figyelek rá, és mi történik? És mi történik? Segítek. Na, mutatok nektek egy érdekeset. Asszertivitás elrettentő módon a gyülekezetben, jó? Ezt kérlek benneteket, ezt az elrettentés miatt mondom meg. Azt mondja a testvér, lenne rám 2 perced, mire én? Persze, gyere gyorsan velem, rohanok a konyhába, de mondd nyugodtan, mert tudod, hogy szeretlek, és én szeretném, hogy elmondd, hogy segítsek. Mire a testvér szegény, a jelölőbizottság megint nem vett figyelembe a gyülekezeti tisztségek. Tudom, hogy ilyen nincs nálunk, hogy ilyet beszélgetnénk egymással, ez egy kitalált dolog, jó, maradjunk abban. Szóval a jelölőbizottság megint nem vett figyelembe a gyülekezeti tisztségeknél, mire én miközben keverem a nem tudom micsodát. Ne idegesítsd ezen magad, egyszer majd lesz olyan szolgálatod, amire neked is jó, amire vágysz. Mire szegény mondja nekem, hogy de miért csinálják velem az életem a gyülekezet, de még a véleményem sem kérik kizárólag, aki magára ismer, az véletlen, ezt nem ezért írtam, ez tényleg így van, csak hogy gyülekezet legyen. Mire én megint mit mondok?
Hát menj oda végre a lelkészhez, és mondd el, hogy mit akarsz, amíg ilyen visszahúzódó vagy, ezt máshogy szoktuk mondani, csak szószékről nem mondom. Persze, hogy nem vesznek figyelembe a tisztségeknél. Mi történik, testvérem? Mi történik? Nézzétek meg! Az egész párbeszédből végtelenül árad belőlem a türelmetlenség. Nincs időm, nincs kedvem, nincs szeretetem a beszélgetésre. Ez nem megy. Ez nem megy, hogy gyere, gyere, gyorsan, csak. Akkor azt mondom, hogy nem tudok most. És a végén mi történik? Nézzétek meg, meg is sértem őt. Megsértem, mert azt mondom, hogy ja, hát amíg ilyen vagy, addig ne csodálkozzál. Otthon például, hányszor van ilyen a családon belül, hogy mond valamit a gyerek, és nem is tudom azt, hogy mit válaszolok, de olyan fájdalmat és évekre lévő dolgot okozok neki, hogy borzasztó. Családban, munkahelyen, nem figyelünk oda, hiányzik a szeretet. Na nézzük ezt máshogy. Jön a testvér, lenne rám 3 percet, vagy 2, bocsánat. Mire én most leugrok a konyhába, de rögtön leülhetünk, meg tudsz várni. Ez az asszertivitás, most nem érek rá. De a szeretetemet nem azzal mutatom ki, hogy akkor is megyek, ha nem tudok menni, mert nem figyelek oda, nincs bennem szeretet, értitek? Csak az egész megalázás. Elmondja, hogy a jelölő bizottság megint nem vett figyelembe, mire én ezt mondom, hogy értem, hogy ez fáj neked. Örülnél, ha felfigyelnének a gyülekezeten belüli szeretetedre, a vágyaidra. Nézzétek meg, nem véletlen, amit odaírtam 3 felkiáltó jellel. Átérzem a problémát, de ez nem azt jelenti, hogy igazat adok neki. Átérezni a másik problémáját és igazat adni neki, az 2 teljesen különböző dolog. Ha nem érzem át a másik ember problémáját, semmi közöm nincs Jézushoz. Ez van. Ez van. Ez nem azt jelenti. Átérzem a problémáját, és mit csinálok? Visszakérdezek. Miért kérdezek vissza, hogy jól értem-e? Hogy ne legyen az, amiről beszéltem az elején nektek. Hogy félreértek valamit, és utána azt adom tovább, hogy hát nem igaz, nézd meg, hogy a testvér, érted, azt hiszi, hogy neki kell lenni a presbiternek. Visszakérdezek. És amikor kiderül az, hogy elmondja, akkor egy olyan dolgot teszek föl, ami számára a legfontosabb, hogy gondoltál-e már azon, hogy miként ismerhetnék meg a vágyaidat a szolgálatra. Nézzétek meg, kérdezek. A kérdésekkel, ha kérdeznétek egymással, kérdeznétek otthon a családtagokkal, mit látok, rávezetem a megoldásra. Jézus mindig kérdezett Jézus, és pontosan ez az, ami a legfontosabb. 2 ujjal kell mennem, igen, jól van. Szeretnék, sikerült, köszönöm szépen. Szeretnék nektek még a fennmaradó 10 percben megmutatni egy olyan dolgot, ami azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez is, ha ezt egy picit átalakítanánk magunk felé, akkor megváltozna minden. De egy dolgot kérhetnék most, hogy megmutattam, hogy milyen csinos, nem veszem le, bár ebben van az izé, igen. Jó, nem csak le akartam venni, de nem, mert erre van kötve. Mindegy. Szóval a lényeg a következő. Szeretnék egy ilyet megmutatni nektek. A te üzenet és az én üzenet. Megint mindent megváltoztatna itt és otthon. A te üzenet mit jelent? Hogy én azt mondom, hogy te ilyen és ilyen vagy. Az én üzenet mit jelent? Azt mondom, hogy az, hogy te ilyen vagy, bennem mit jelent. Mutatok nektek egy érdekességet. Tehát, te üzenet, én üzenet. Téged nem érdekel a véleményem. Nem ezt mondom. Azt mondom, hogy mellőzve érzem magam. Ha azt mondom keményen a családtagnak, házastársnak, hogy téged nem érdekel a véleményem, akkor be fog zárkózni. Miért? Ha hogy ne érdekelne? Nem emlékszel, hogy 14 évvel ezelőtt te döntötted el, hogy milyen színű legyen a tapéta? Hogy ne érdekelne? Bezárkózik, nem tudsz mit tenni, nem lesz változás, értitek? Nem azt mondom el, hogy te milyen vagy, hanem azt mondom el, hogy én bennem az mit jelent. Ha azt mondom, hogy mellőzve érzem magam, akkor lehet, hogy megsungat, és azt mondja, hú, drágám, tényleg így érzed? Mellőzve érzed magad? Gyere, üljünk le. Értitek? Ha arról beszélek, hogy bennem ez hogy jön ki, akkor sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy tudjunk változtatni.
közös lesz a feladat. Kérünk szépen, nem is kell leírnotok. Rosszul látod a dolgokat. Erre közös, jó? Tehát kettesével. Nem azt mondom, hogy rosszul látod a dolgokat, hanem mit mondok? Magamról beszélek. Magamról, az én érzéseimről beszélek. Mit mondok akkor? Bátran egymással nyugodtan meg lehet beszélni. Nem rosszul látod a dolgokat, hanem például azt is mondhatom, hogy figyelj, én ezt másképp gondolom. Látjátok? Én ezt másképp gondolom, másként látom. Ugyanez, nézzétek meg, nem mondasz igazat. Hát egy ilyet, ha mondok a másiknak, hogy nem mondasz igazat, élete végig nem fog velem beszélni. Ugye? Ehelyett mit mond az ember? Azt mondja, hogy figyelj, én máshogy hallottam. Én úgy hallottam, hogy. Én máshogy tudom ezt az egészet. Csalódást okoztál nekem, ez is. Nézzétek meg, hányszor van olyan, bezárkózik az ember, otthon, házastársnál, csalódás, a gyereknél, hányszor csalódást okoztál nekem. Csalódást okoztál. Ilyet nem mondunk. Azt mondhatom, hogy figyelj, csalódott vagyok azért, mert ez is ez történt. Szóval ezek azok a dolgok, még egyet mutatok nektek, önző vagy. Ugye ez jó, ez igen. Te egy önző ember vagy. Általában a házastársak ezt nagyon-nagyon szépen tudják egymásnak mondani. Te önző vagy. Ha azt mondod, hogy önző vagy, tudsz változtatni? Nem tudsz változtatni. De ha azt mondod, hogy figyelj, néha gondolj már rám is egy kicsit. Érted? Téged nem érdekel az én helyzetem. Nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy kérlek, gondolj rám egy kicsit. Nekem ez olyan rossz. Értitek? Ennyi. Ha ezt az én te üzenetet képes vagyok begyakorolni, és otthon alkalmazni, nem azt mondom, hogy te milyen vagy, hanem bennem mi van, akkor testvéreim, teljesen más lesz. Teljesen más lesz. És most a végén szeretnék nektek megmutatni azt, hogy Jézus hogy kommunikál. Egy olyan történetet választottam, amelyet mindannyian ismerünk, hogy egyszerű legyen a dolog. Mit látunk Jézus kommunikálásánál a samáriai asszonynál? Nézzétek csak meg! Először is mit látok? Az, hogy figyel. Egyszerűen csodálatos. Tehát figyel Jézus, ott van, és észreveszi. A szeretet teljes keresztényi kommunikációnak ez az alapja. Ha én nem veszem észre azt, hogy az a másik ott ül második hete, egyedül és szomorú, és nem megyek oda hozzá, akkor nincs közöm, megint csak azt kell mondjam a kereszténységhez. Észre kell venni. Nézzétek meg a másikat például. Kezdeményez. Hát azt várhattuk volna, hogy egy nő egy zsidó férfit megszólítson. De ő kezdeményez. Mivel kezdeményez? Adj innom. Egy olyan dologgal kezdeményez, amire nem lehet abban a helyzetben, azon a részen nemet mondani. Ezek azok a dolgok. Megszólítja az asszonyt, mert máshogy nem fog menni. Ha azt várom, hogy kibekkeljem a keresztényi életemet ott a sarok, mert a sarok, elnézést, tehát nem rátok gondolok, akik sarokban, hanem hogy értitek, a sarokban, akkor megint csak nem Jézus akaratát teljesítem. Nem veszi fel a bántást. Hányszor van az, hogy mondunk valakinek valamit, mond valamit, és onnantól kezdve, igen, én akarok neked segíteni, te meg így beszélsz velem, hát szevasz. És vége. Ő nem veszi fel, pedig azért az a bántás, hogy talán nagyobb vagy te az atyánknál, Jákobnál, azért az bántás. Reményt ad. Aki abból a vízből iszik, megszomjazik. De aki abból, az sosem. És nézzétek meg a végtelenül tapintatosat. Szóval megint nem tudom elégszer hangsúlyozni. A keresztényi kommunikációnak az alapja a szeretet. Nem azt mondja, hogy figyelj csak, te hányszor is voltál férjnél? Nem, azt mondja, hogy menj el és hívd a férjedet. Gyerek, tehát tökéletes kommunikáció. Ezeket kell megtanulni. Ezek nem csak azért vannak a Bibliában, hogy le legyenek írva. Tökéletes kommunikáció. Miért? Mert tapintatos, és ad neki egy lehetőséget az igazmondásra. És el is mondja, hogy állunk a férjeddel, vagy férjeimmel. És dicsér. Mi mikor dicsérünk? Komolyan, mikor dicsérünk? Amikor valaki tesz valamit, és te tényleg nagyon jó. Te az, hogy megmutattad nekem, hogy két ujja, tényleg fantasztikus, hogy ennyire értesz hozzá. Érted? Dicsér, azt mondja, hogy jól mondod, hogy nincs férjed. És az egészből az van,
hogy értő figyelemmel van. Jézus mindig értő figyelemmel van. Nem az, hogy lerohanok a izébe és mondjad addig a konyhába. Testvéreim, mivel foglalkoztunk délelőtt? Ne csak arra figyeljünk, amit szeretnénk mondani, hanem figyeljünk a másikra, figyeljünk a hallgatóra, figyeljünk arra, hogy egy más korosztály, más érdeklődés, figyeljünk rá, különben félre fogja érteni, vagy nem érti meg. Legyen annyi bizalmam keresztényként a másikhoz, hogyha látok egy nem tudom milyen mimikát, vagy hallok egy fél szót, vagy nem nevetett a viccemen, vagy bármi, akkor ne gondoljam azt, hogy ő rosszat akar nekem. Ne kezdjek el haragudni, legyen már ennyi bizalmam a másikhoz. A fókusz áthelyezést, azt ha lehet használjuk. Családban mindenféleképpen, higgyétek el, mindenféleképpen. Ha valamit nem tudunk megtenni, ha nem tudok ott lenni anyádnál a születésnapjára, és ebből tudom, hogy probléma lesz, mondom a feleségemnek, fogom és átteszem a fókuszt, és azt mondom, hogy bármit, ismerem én őket, stb. Hogy áttegyük a fókuszt. Figyeljünk ezekre az ösztönös mimikákra, amikről beszéltem nektek, de majd úgyis délután egy picit begyakoroljuk. És tanuljuk meg ezt az asszertivitást. Tehát úgy mondok nemet, hogy megértem a másikat, és mondok egy megoldást. Mi vár rátok 14 órától? Hát rettenetes dolgok várnak rátok. Erre azt kell mondjam, hogy ez, amit mondtam... Tessék? Nem helyeztem át a fókuszt, teljesen igazatok van, pontosan így van, nem helyeztem át a fókuszt. Így van, látjátok? És itt állok és beszélek ennek ellenére. Szóval miként manipulál a média? Figyeljetek, legalább mi hívő emberek, akik azért a Bibliából jócskán látjuk azt, hogy hogyan és miképpen, főleg a végidőben, hogyan próbálnak minket rávenni dolgokra. Olyan fotókat fogok nektek mutatni, amiket ám már máshogy fogunk tekinteni a médiára, de nem baj, mert csak tekintsünk máshogy a médiára. Fogok veletek arról beszélni, ez a na ugye, mikért kommunikáljunk, ha igazunk van. Hát ezt nagyon meg kéne tanulni, mert otthon is, de gyülekezetben is, itt is ezeknél mind-mind bibliai történetek lennek. El fogom nektek mondani a legegyszerűbb és leghatékonyabb kommunikációt, amire mi adventisták képtelenek vagyunk. De mégis az a leghatékonyabb, és szeretném nektek elmondani, és meg fogjuk tanulni, hogy adventistaként is képesek vagyunk rá. És ez a bizonyos teszt, hogy könnyű velem kommunikálni, bibliai dolgok lesznek, és minden más gyakorlások. És végül, zárásul szeretném nektek Gáncs Péter evangélikus püspöknek egy mondatát, ami nagyon-nagyon-nagyon ide tartozik. A harmadik évezred küszöbén is bátran hirdethetjük, a názareti Jézus valóban mester, a kommunikációnak is mestere. Tanítványának lenni ma is kitüntetés, rang és méltóság. Testvéreim, ne mi válasszuk meg, hogy mik azok a dolgok, amiket Jézustól el akarok tanulni, és mik azok a dolgok, amiket meg nem tartok fontosnak, és azt nem akarom eltanulni. Ha a keresztényi kommunikációt komolyan veszem, akkor tényleg krisztusi lesz a kommunikációm. És csak, és kizárólag úgy van értelme minden törvény, minden hagyomány, minden gyülekezeti kézikönyv és minden másnak a betartásához. Mert a lélek nélkül teljesen elveszünk. Amen. A délelőtti Isten tiszteletünk végén a 301-es számú énekünket keressük meg. Énekeljük el mind három versét, majd Laci imája után a 332-es énekünk első versét.
Drága jó Istenünk, csak azt tudjuk kérni, amit énekeltünk az elején az éneknek, hogy adj kérünk több önvizsgálatot. Kérünk, ne engedd azt, hogy önhitt adventisták legyünk. Ne engedd azt, hogy azt gondoljuk, hogy attól, mert mi betartunk dolgokat, attól nekünk nem kell figyelni a kommunikációnkra, arra, hogy hogyan mondjuk el az embereknek. Urunk, segíts abban, hogy a másokkal való beszélgetésünk, a másokkal való levelezésünk ne az egész heti frusztrációnk által történjen, ne a tüskéink által, hanem hajlandóak legyünk, Urunk, harcolni magunk ellen. Urunk, segíts abban, hogy megértsük, hogy egyikünk sem tudja megspórolni, hogy harcoljon az indulata, a feszültsége, a sértettsége ellen, mert enélkül hiába hiszünk, hiába szeretünk téged, hiába mindent, amit lehet a lélek által próbálunk megtartani, enélkül nem téged mutatunk be az embereknek. És sajnos tudjuk azt, hogy ebben az esetben mi, akik másokban a bűnt mondjuk, hogy mit bűnözik, azzal mi is bűnkövetünk el, ha nem szeretetteljesen kommunikálunk. Segíts kérünk, Urunk, abban, hogy tényleg szeressük egymást. Segíts abban, hogy ezzel a kommunikációval soha ne legyen probléma, mert olyan szeretet legyen bennünk mások iránt, hogy ne tudjunk nem szeretettel kommunikálni. Hogy ezt észre se vegyük, hogy ez mind-mind belülről automatikusan jöjjön, gyülekezetben, családban, munkahelyen, evangelizálás alatt. Köszönjük neked, hogy ilyen sokan itt lehettünk, köszönjük a te szeretetedet, Jézus nevében könyörögtünk hozzád. Amen. Parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismerik majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Amen.